formáció egyrészt úgy alakult annak idején, hogy legyen végre egy olyan zenekarom, ami sose oszlik föl. Mert ugye volt, amikor Kártágóval nem játszottunk, mert mit tudom én, aztán az Easttel is volt, hogy fölfüggesztette a működését, mondom, szeretnék, akkor mindenki elment, mit te autószerelőnek, vagy autókereskedőnek, mondtam, hogy én akkor is zenélni fogok, hogyha mit tudom én, átveszik a hatalmat a magyar popzenében a Győzikéjék, én akkor vagy a Fekete Pákó, én akkor is zenélni fogok. És akkor csináltam egy zenekart, ami az enyém, egyrészt az a lényege, hogy az enyém, tehát hogy én ameddig föl nem oszlok testileg is a földben, addig lehetség, tehát tudom működtetni. Aztán az véletlen is úgy hozta, hogy a Gágabival találkoztunk, és ő is rá volt hegyeződve a bluesra, és én is, és akkor ezt én loptam Evzán Bolcsi barátomtól a titulust, hogy szabadidő zenekar. Szabadidő és kommandó zenekar. Tehát egyrészt szabadidő, ha ráérek, bármikor játszom vele, kettő kommandó zenekar, mert bármikor, bárhol bevethető. Tehát a Takács Tamás Blues Band az, mit tudom én, kis backstage-ben is helytáll, vagy még egy ennél is kisebb helyen is helytáll, és egy kicsit beképzelten, hogy mondjam azt, hogy a Rolling Stones előtt is helytáltunk 45 ezer ember előtt, végén már 50 volt, tehát helytállunk, mint kommandó zenekar. Kommandó, mint mondottam, volt bármikor, bárhol bevethető. Házi bulin is játszottunk már, tehát mit tudom én, a gazdag, de ifjú ügyvédnőnek jó ízlése volt, kedvenc zenekara, és bepakolt a zenekar a Népstadion után bepakoltunk egy szobába, egy nappaliba, és ott is tudunk játszani. Ami mondjuk például egy heavy metal zenekarral elég viccesen néz ki. Nekem dolgom van még. Én remélem, hogy egyre jobbak vagyunk, de persze változik. Voltunk már egyébként nagyobb felállásban is, de az kiderült, hogy nem tudta eltartani magát. Voltunk, hogy három fúvóssal léptünk föl, két gitárossal, de kiderült, hogy fölösleges, kiváltja a szájharmonika azt a sok fúvost. Vizuálisan nem, persze vizuálisan sokkal jobban néz ki, ha ilyen csillogó csövekkel állnak ott emberek, és a trombitások pörgetik az ujjukon a trombitájukat, a pozanosok húzogatnak egy ilyen hosszú, fényes csövet, az nagyon jól néz ki, de hát azokat fizetni kell azért, tehát nagy bulikon persze, még máig is volt olyan, hogy nagy bulikon szólunk a fúvos szekciónak, vannak barátaink, akik, mert én jazzistákkal is jóba vagyok, és olyan fúvos kórus rittyentenek, a bluesban az is benne van. Tehát a blues az egy széles műfaj, és a harmadik dolog, ezt még erről nem beszéltem, hogy azért a blues az egy olyan műfaj, amit én úgy szoktam mondani, hogy Dél-Afrikától Eszkimó országig bárhol van egy olyan alapvető repertoár, nekünk is van, mint minden blues zenekarnak a világon, tehát a Hoochie Coochie Man-t, az I Am Ready-t, a Sweet Home Chicago-t, mindenkit, még az Obama is elénekelte a Fehér Házban, tehát hogyha mondjuk bedobnak a blues band-del mondjuk a Kártágot vagy az Easttet meghívják a Fehér Házba, akkor ott bután fognak nézni az amerikai elnök meg a udvartartása, de ha oda megy a Takács Tamás Blues Band és rázedítünk a Sweet Home Chicago-ra, akkor ordítva fog énekelni a Obama elnök is, vagy ha éppen mikor ki az elnök. Azt hiszem most Joe Biden van, az nem biztos, hogy ordít, mert az elalszik majd közepette, de lehet, hogy neki viszem az Easttet. Na mindegy, csak viccelek, tehát az a lényeg, hogy tehát ez egy olyan szabadság és olyan teret ad az embernek, hogy máshoz nem hasonlítható. Különben is, ha már bluesról beszélgettünk, hát a 21. század nagy áttörése volt a blues. Tehát azért, ha belegondolunk, ugye előtte volt Bach, meg a Vivaldi, meg a Beethoven, aztán egy kicsit úgy csökkent a színvonal egészen Stravinskyig,
És aztán egyszer a Stravinszkinál volt ugye a váltás, és egyszer csak valamikor az 1800-as évek végén, a 1900-es évek elején valami furcsa új zene kezdett ébredezni az Egyesült Államokban. Ilyen fura, csavargó, fekete emberek gitároztak, meg szájharmonika, meg zongoráztak, hangkita, és úgy nevezték, hogy blues, vagy Dixieland, vagy később jazz néve. De hát ez mind a bluesból ered, tehát a 20. század hihetetlen zenei forradalma, ami egészen elvezetett a Beatlesig, a Rolling Stonesig, hát azok is ősi blues, a Rolling Stones is. A Beatles ügyetlenül játszott bluest, az egy kicsit íres, vagy hogy mondjam, a skótosabb volt, vagy angolosabb volt, de hát ezek mind blues, a Pink Floyd blues zenekar volt, mindegyik a bluesból indult, és ez egy olyan műfaj, ami letagadhatatlan százvalahány éve. Tehát ezt nem fogja kiszorítani semmi, és nem is tudja kiszorítani. Ahogy egy dalunkban énekeljük, hogy a birodalmak tűnnek el egy perc alatt, de a rock and roll, a blues mindig megmarad. Tehát ez a fajta zene az alapja mindennek, ami történik az elmúlt száz évben zenében. Jó, vannak kortárs meg nem értek, de ezt már ember nem tudja meghallgatni, de ami a zenében, világzenében történik, az általában a bluesból indul. Nyilván van egy kis apró forradalmacska, ami azt túl kell élni. Visszajött ez a utca éjjel az omnibusz tetején, én úgy hívom, hogy régen azt hittem, hogy cigányzen ez a utca, de nem. Népzenész barátai mondták, hogy ez a monarchikus, osztrák-magyar monarchikus zenéből. A spanyolok nem játszanak utca, a spanyol cigányok nem off-taktolnak. Ez a éjjel az omnibusz tetején. És ez visszarúg egy kicsit ebbe a úgynevezett elektronikus, de ez iparművészet, az más, tehát sose fogja föloldani egy koncert. Az, hogy egyszerre rángatózik valami komputer programra, mint 5000 gyerek, azt se tudják, hol vannak, az egy ipari zene. Tehát azt nem művészek készítik, na, most meg nem kézzel, hanem az beindítja, és akkor ucs, megy magától, tudod? És akkor arra lehet, meglepetés, nem éri a gyereket, jó, beszív, és na. De az élő zenét azt nem lehet lecserélni erre, tehát azért senki ne aggódjon, szoktak nyávogni, hogy jaj, mi lesz az élő zenével. Az, hogy emberek muzsikálnak, saját kezűleg, hangszereken, az van 5000 éve körülbelül, és a követ nem tudom, meddig áll még fönt a világ, de még utána is, mert ha valaki olvassa a Bibliát, ott is oda van írva, hogy a mennyben új világ, és az angyalok trombitálnak, és tehát még az angyalok is zenélnek, bocsánat, saját szájulag, hárfáznak, orgoni nincs, azt felejtsd el, de most mindegy, de vonulnak Dávid király és a papok vonulnak, és mögöttük a doboló nők. Bocsánat, ott mennek, utána lehet olvasni a Bibliában, doboló nők vannak, a csajok doboltak, mint az állat, az Úr dicsőségért, nem mint az állat, mint az ember. Tehát ne aggódjon senki, zene lesz. Jó? Még a mennyben is. A pokolban állítólag nincs, de egyesek szerint, az AC/DC szerint meg a pokolban is van, én nem hiszek nekik, de mindegy, de ezzel most ne nyissunk vitát, mert egyik helyen sem voltunk, de az tudti, hogy az írások szerint a mennyben is van zene. Azt kérdezted, milyen feladat egy ekkora életműből, hát még csak 30 éve működünk, válogatni. Nem olyan nagy feladat, bevallom őszintén, mert a 30 év alatt mi folyamatosan és állandóan játszunk. És folyamatosan és állandóan játszunk, ahogy a riport elején is mondtam, a legkülönbözőbb helyeken, a legkülönbözőbb, még társadalmi csoportoknak is, tehát én úgy szoktam mondani, hogy ha valaki ismeri a Pocsolyába léptem, mert az óvodába is ordítozzák, meg a nyugdíjas intézetben is ordítozzák. Közte is, ma láttam a feleségem fiát tegnap, két unikum után már ordítva éneklik, hogy Pocsolyába léptem. Tehát a legszélesebb nemzedéki, hogy mondjak, tehát az óvodától a nyugdíjas intézetig, és nemrég voltunk egy olyan bálon játszani, ahol a
mit tudom én, ilyen-olyan miniszterek mulatoztak, és ott is nyomtuk, voltunk a kisfaluban, ahol pedig a helyi roma népesség táncolta a pocsolyára. Tehát ez mindenhol működik. És ja, tudom, most már elég az önajnározás volt, tehát azért nem könnyű, nem nehéz válogatni, mert úgy általában tudjuk, hogy mi az, ami működik. Tehát azért a 30 év alatt kialakult, vannak például a lemezeinken olyan gyönyörű lassú számok, amit leimád a közönség hallgatni, de próbáltuk játszani koncerten, és Isten bocsánat, koncerten unalmas. Tehát van, amit nem érdemes eljátszani, van, amit meg nem tudunk eljátszani. Jó, csak viccelek, ha rágyúrunk, mindegyiket el tudjuk játszani. De nem olyan nehéz, van a régi repertoár, egy átlag Takács Blues Band koncert is úgy kezdődik, hogy pocsolja, vagy évben nem azzal kezdődik, úgy kezdődik, hogy UFO-t lát a Yeti, amit 90-ben írtunk, vagy 91-ben, és érintjük a legutóbbi lemezeink dalait is, tehát az egész minden korszakunk repertoárjából játszunk amúgy is dalokat mindig. Úgyhogy itt a backstage-be is mindent fogunk érinteni. Ne aggódjon senki, semmi nem fog kimaradni.